Megindult a hűtő- és fagyasztógép csere a hatvani műszaki boltokban is. Az érdeklődők már rutinosak voltak a pályázatok beadásában, nem sok hibás beadvány érkezett. Az eredeti tervekhez képest jóval több család viheti haza az új energiatakarékos készüléket. A minisztérium a múlt hétvégén értesítette a nyertes pályázókat, minek után már többen le is cserélték energiatakarékosabbra a régi gépeket. A csere megvalósítása az nem egy hosszú időt igénybe, tulajdonképpen egy 15 perces művelet az egész. Amit hozniuk kell, a visszaigazolást, amit kaptak a minisztériumtól, tehát a pályázati elbírálást, ezt mindenképpen húzniuk kell, valamint a személyes iratokat, személyigazolványadókártya, lakcímkártya, vagy amivel regisztráltak, azt az iratot mindenképpen hozni kell magukkal. Az ügyvezető hozzátette, azok a nyertes pályázók, akik már felkeresték a boltot, kevésbé emlékeztek arra, hogy pontosan milyen típusú készülékre adták be a pályázatot. Ez nem jelent számukra gondot, mivel lehetőség van más készüléket választani utólag is, ami az elnyert támogatás összegét nem fogja befolyásolni. Én úgy gondolom, hogy amire számítottunk elsősorban a 2A+-os készülékek a legkeresettebbek. Ezen kívül természetesen vannak egyszerűbb 1A+-os készülékek, jellemzően idősebb vásárlók részére, akik már nem igényelik a nagy hűtőkapacitást, és megjelent egy-két olyan vásárló is, aki prémium kategóriában gondolkodik. Az Otthon Melege program 2014. szeptemberében indult. Az azóta kifizetett mintegy 17 milliárd forintból több mint 85 ezer háztartás energiahatékonysága javult, most pedig a várakozó listára került, nyertes családok is megkapják a támogatást.